A Semmelweis nap alkalmából június 25-én díjakat adtak át a Balcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben a koronavírus járvány során helytálló szakembereknek. Bodnár Attila főigazgató emlékéremmel tüntette ki dr. Völgyes Barbarát, a központi anesteziológia és intenzív betegellátó osztály vezető főorvosát, valamint Kalecz Zsuzsanna ápolási igazgatót. A katasztrófa védelem részéről Fábián István tűzoltó ezredes és Vadas László tűzoltó főhadnagy, kórház parancsnok részesült elismerésben. Kimagasló szakmai munkájáért főigazgatói dicséretet 49, míg főigazgatói elismerő oklevelet 9 kórházi dolgozó kapott. Külön elismerésben a koronavírus okozta járványhelyzetben végzett tevékenységéért 12 kórházi osztály 133 munkavállalója részesült.